Több mint 276 ezer főt oltottak be a hosszú hétvége alatt, derült ki az operatív törzs mai sajtótájékoztatójából. Müller Cecília elmondta, hogy 2,4 millió ember megkapta az első oltását, de majdnem 1 millióra nőtt azok száma is, akik megkapták a második adag vakcinát. A húsvéti hosszú hétvége alatt is ellenőrizték a járványügyi szabályok betartását. Kis Róbert az operatív törzs mai tájékoztatóján ismertette az adatokat, miszerint 3949 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megsértése miatt. Továbbá a 4 napos ünnep alatt a korlátozások megszegése miatt egy üzlet bezárását rendelték el. A vendéglátó üzletek körén kívüli üzletek tekintetében az elmúlt hosszú hétvégén egy esetben került sor üzlet ideiglenes bezárására. Ez az üzlet, ez Gönyű településen egy virágbolt volt, ahol az üzemeltető nem tartotta be a védelmi intézkedéseket, ezért a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságon szolgáltató teljesítő rendőreink az üzlet ideiglenes bezárásáról hoztak döntést. A járványügyi adatok kapcsán megtudtuk, az elmúlt 24 órában 1890-nel nőtt az új fertőzöttek száma, és elhunyt 170 többségében idős, krónikus beteg. Az ünnepek alatt is folyamatos volt az oltások beadása, több mint 276 ezer főt oltottak be. Pontosan annak révén, hogy az ünnepek alatt is végig minden nap működtek az oltópontok, elértük azt, hogy 2.432 ezer beoltott személy van már Magyarországon, aki legalább az első védőoltását megkapta. A szakértő hozzátette, a regisztrált 65 év felettieknek már 85%-a megkapta a védőoltást, a 80 év felettieknek pedig több mint 90%-a átoltott.